Szervusztok! Egy kis kihagyás után egy kellőképpen érdekes részhez értünk. Ugye a probléma eredete az az, hogy hát ez meglehetősen lóg. Ez elég sok fejtörést okozott nekem, hogy ez hogy lehet javítani, de csak arra a megoldásra jutottam, hogy vonalba kell fúrni, ugye azt is. Az talán ennyire nem, de ebbe is elég könnyen beleszarad az a persely. Úgyhogy arra a következtetésre jutottam, hogy vonalba fogom fúrni. Na most itt jön a kérdés, hogy mivel, kivel, mikor és miért. Hát a miért az megválaszolódott. De a mivel, az pedig most testesült meg, ugyanis vettem egy ilyen hajtásházat, és egy kis alakítgatással, egy kis tervezgetéssel, kivitelezéssel csinálunk belőle egy vonalba fúrót. Hát remélem, hogy működni fog. Az elkövetkező napok ez elég izgalmasnak ígérkezik. Előre bocsájtom, hogy nem csináltam még ilyet, de mindennek eljön az ideje. Úgy döntöttem, hogy saját készüléket gyártok magamnak. Talán meg is lehetett volna valakit bízni vele, hogy fúrja fel, de miután összeszámoltam magamból, hogy mibe is kerül egy ilyen felszerelés, amellett döntöttem, hogy talán kijön a megbízás árából a felszerelésnek a díja, és így megmarad későbbi időkre is. Úgyhogy ezeket fogjátok látni. Ennek van még egy kis híja, mégpedig az, hogy egy furatot fogunk vele fúrni arra a helyre, az még majd később fog eldőlni, arra a helyre, ahol majd a persejnek a fészkét fogja vágni. Ez valószínű, hogy itt tőbe lesz egy luk, 5 centire egy másik luk. Úgyhogy ezeket még meg kell rajta csinálni, meg ugye az előtolásnak a mechanikáját kell itt létrehozni. Úgyhogy ez várat még magára. Na kérem szépen, a mechanika úgy áll össze, hogy ugye egy kúpos illesztés valamelyest központosítja. Ugye ebbe fúrni kellene még egy hernyócsavart, meg ebben már kifúrtam ugyan a hernyócsavart, de nem tudtam belevágni a menetet. Nem jó a menetfúrom. Ugye ezt rögzíteni kell a tengelyen. Ez valamelyest központosítja a fúrószárat. Másik végén is, mikor ez megtörténik, akkor rögzíteni kell hegesztéssel a csavarokat a munkadarabhoz. Ugyanezt el kell végezni a másik oldalt is, és akkor jöhet a fúrás. Ugye ennek egy 25-ös átmérőjű köracél megy a hajtásházba belülre. Ez egy 30-as húzott köracélból van megesztergálva, ugye ott van egy válla, le van szedve 25-re, és van benne egy retesz pálya, belemarva, hogy a nyomatékot át tudja úgy vinni, hogy közben ezzel a menet a sorsóval, ebbe egy csapágy van, ott belül egy csapágy van, ezzel a menetes orsóval pedig az előtolás lehet szépen adagolni.
Hogy ez hogy fog összejönni, működni? Ez a következő napnak az eseménye, vagy a következménye? Hogy lehet ezt mondani? Kívánjatok sok szerencsét! Híradást adok róla, hogy sikerült, vagy esetlegesen magáról a folyamatról is egy videót készítek. Bőtermés, szép napot!